Na, halló, rüsszük, szevasztok! Hát ez a videó szerintem az egyik legszomorúbb videó lesz, és egyben ilyen jubilálás is, mert ez a 400. Az a baj ezzel a 400. videóval, hogy úgy néz ki, hogy az utolsó is az ilyen utazásos, furgonos videó közül, mert hogy most jött el a pillanat, hogy akkor véglegesen és ténylegesen bejelentsem azt, hogy én befejeztem a nemzetközi pályafutásomat. Szóval ez a Szili Furgonna vlog meg fog szűnni, mert hogy nem fogok most már külföldre utazni, nem fogok tudni mutatni utazós videókat, nem fogok sétálgatni külföldi városokban, tengerparton, erdőben, meg akárhol sem. Úgyhogy le kell zárnom ezt az egészet, így az elején gyorsan leszögezem és elmondom, hogy a szívem tele van nagyon-nagyon sok hálával, és szívem mélyéből köszönöm mindenkinek, aki itt volt ebben a kis szűk családban, a csatornámon, és végig kísérte az életemet így a furgonban. Szóval nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki feliratkozott, aki támogatott, aki nézte, aki kommunikált velem, aki a más csatornákon is fölvette velem a kapcsolatot, érdeklődött, segítséget kért, vagy ő segített. Mindenkinek egyenként, külön-külön, és így csoportosan is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az elmúlt éveket, nagyon jó volt, nagyon élveztem, de az igazság az, hogy elfutott velem az idő, és elfáradtam. Belefáradtam ebbe az egészbe. Valahogy már a hátam közepére nem kívántam én a külföldre menni, külföldre, a külföldi utakat vállalni, nagyon hosszú volt. Éreztem azt is, hogy már nem megy annyira az éjszakázás, az éjszakai vezetés egyre nagyobb nyűgöt jelentett. Elsőkben ugye láttátok azt, hogy az előző cégem, az a bizonyos Töreki Transz, az lehúzta a rolót és azt mondta mindenkinek, hogy viszontlátásra ők befejezik. És hát elfogadtuk, így van, nagyon-nagyon nagy pofon volt, mikor megkaptam a papírjaimat, mondjuk most csak egy példában mondom, bementem szerdán, hogy bevittem az autót, és a papírokat a készhez kapva látom a dátumot majd, hogy az előző hétre volt dátumozva, tehát már rég tudta az egész cég, hogy mi ki vagyunk rúgva, de nem szóltak. Ezt még valahogy lenyeltem, és amikor láttam, hogy a 19 nap szabadságomból, amit nem értek, hogy 19, nem is érdekel, abból 17-et hallott, kihúztak, kifirkáltak, a magukiknak érezték, elvették az én saját személyes szabadságomat, felhasználták, persze nem fizették ki, és ez engem mélységesen felháboríthat, hogy ezzel szórakoznak emberek, hogy az én személyes szabadságomat, amit én akkor is úgy használhatnék föl, ahogy szeretném és amire kell, azt ők elveszik, hallod, de úgy, hogy nem is szól nekem. És ilyenkor derül ki, hogy ő ezzel gazdálkodott. Mélységes pofátlanság, és nagyon-nagyon felháborít. Aztán volt még egy memento ennek az egésznek, amikor visszavittem az autót, én azt gondoltam azért, hogy ott fog várni a tulajdonos, a cégnek a tulajdonosa, így 4-4,5 év után. És azt képzeljétek el, hogy elvittem az autót, csak a lánya volt ott, aki irányította az autókat. Ővele amúgy különben nem volt sem bajom, tehát én nagyon kedveltem, és nagyon, és szerintem jó kapcsolatban voltunk. Na mindegy, ő volt ott, tőle elbúcsúztam, de az apuka nem volt sehol. És ez nagyon-nagyon mélyebb bántott engem, hogy 4-4,5 év után azért húztuk az igát, ott töltöttük be a pénzt a családi kasszában. Persze én ebből éltem, tehát ezt nem mondom, hogy nem kaptam érte pénzt, de hogy annyit nem kaptam, hogy kezet fogjanak, hogy köszönik szépen az eddigi közreműködésemet, és hát nagyon sajnálják, hogy valami, nem tudom, tehát hogy valami elbúcsúzni, semmi, hallod. Szóval ez nagyon-nagyon mélységesen fájt nekem. És volt még egy dolog, pedig én azért oda tettem magam, mert a koromhoz képest, vagy nem, a korom miatt, ugye a cég az fölvett kétszer is támogatást utánam, és én ebbe is belementem, hogy pénzt kapjanak utánam, vagy adókedvezményt, vagy nem tudom mit. Persze én ebből semmit nem láttam. Még talán azt sem mondták, hogy köszönöm, hogy köszönjük szépen. Úgy gondolták, hogy ez jár nekik. Na mindegy, szóval lezárom ezt a Töreki Transzot, ennyi volt, köszönöm szépen.
Fáj nekem, de ennyi volt. Ez nagyon-nagyon befolyásolta a jövőmet, és ugye 2026-ig szerettem volna furgonozni, mikor is bevezetik a tachográfot a furgonokba, de hát most jött el az ideje, nem gondoltam, hogy ez neki így lesz vége, de vége lett. És akkor eznek a folytatása volt, hogy megkeresett engem egy cég, aki csak Olaszországot járja. Ugye láttátok a szardiniai videót, elmentem Szardiniára, jól lebetegedtünk a babámmal, majd utána megcsináltam még egy kört, abból láthattatok egy kis szeletet, ott mondtam, hogy majd akkor beszámolok, hogy mi lett. Na, beszámolok erről. A cég nevét nem mondom, mert olyan nagy kapcsolat nem volt közöttünk, nem még a tulajdonosát sem említem meg, de ami volt ezzel az egész céggel, az nekem egy nagyon nagy bohóckodás, egy azt gondolom jellemtelen dolog volt. Ugye azt ígérték nekem, idehozzák az autót, aztán mehetek, minden fizet a főnök, ha kell szállodát fizet, ha kell hajót fizet, mindent fizet, mindenért fizet. Hát szimpatikus volt, meg csak Olaszország, hétvégén itthon vagyok. Ugye elmentünk Szardiniára, már kezdődött az a tankolás, vagy lementem az autópályáról, nyomom be a kártyát, nem nyílik a kapu. Ott állok 10 percet, igen, kinyílik a kapu, meg kinyomott, hogy ilyen hosszú internetes számlát majd úgy kell befizetni, erre főhív a főnök, hogy miért mentem le a pályáról. Hát mondom, bevásárolni, bassza meg, hát miért mentem le? Mert hogy nincs pénz a kártyám. Hallod? Nincs pénz a kártyám. Na mindegy, lenyeltem ezt valahogy, nem nagyon értettem, ugye az első köröm volt, oké, megyünk tovább. A következő utak azok így elmentek, Szardinián nem kell fizetni, autópályadíjat, tehát ingyenes minden. És akkor jött a következő utam, amikor is kimentem, és kezdődött a variálás, hogy ezzel a kártyával fizessek most, azzal, akkor volt három kártya, ezzel fizessek most, mert azon nincs pénz, azzal fizetem, mert azon nincs pénz. Én de kint vagy Magyarországon vegyek le készpénzt a kártyával, és akkor már készpénzzel fizessek a benzinkúton. Mi van, mondom, hát azt se tudtam, hogy mi történik, ha ott körülöttem. És úgy voltam vele, hogy na, köszönöm szépen nekem ezzel. Tele van a tököm, én ezt így nem fogom csinálni. Tehát én nem fogok itt variálni kártyákról, hogyha nincs a cégnek egy olyan kártyája, hogy én ezt mindig bedugom és kifizetem. Én nem fogok, érted? Nem vagyok bohóc, nem vagyok hülye. Nem nyelek le dolgokat. Vannak a dolgok, amikhez hozzászoktam, abból nem engedek. És hogyha nem komfortos az én utazásom, nem érzem azt, hogy minden adatot, megadatot nekem, akkor én ezt nem fogom csinálni. És erre jött egy nagyon nagy pont a mondat végére, amikor is éjszaka Olaszországból variálok, hogy tankolni szeretnék, egy kút nem sikerül, két kút nem sikerül, három kút nem sikerül, négy nem sikerül. Mondom, jó van, tele van a tököm, beállok egy kúton és alszom. Reggel milyen üzenet fogad? Most már tudsz tankolni, tettem pénzt a kártyára. Bazd meg, érted ezt? Egész éjjel próbáltam tankolni, nyilván látták meg csipok, hogy nem sikerült, és nem szóltak egy kurva szót sem, hogy ne próbáljam, mert nincs pénz a kártyán. Végignézték, amíg szenvedek. Na, ezt tette be a kaput, és akkor úgy voltam vele, hogy ha hazajövök, akkor én mondom is, hogy köszönöm szépen, el is vitték az autót. És itt be is fejeződött a nemzetközi pályafutásom, mert hogy úgy határoztam, hogy nem keresek több cégbe. Elegem volt, nem akarok már kimenni. És akkor tartunk most itt, ahol tartunk, ülök egy autóban, ez egy betegszállító furgon, és elhelyezkedtem Magyarországon. Ezt csinálom most már két hete, három hete, nem is tudom, próbálok beilleszkedni a hétköznapi élet, embereknek az életébe, vagy az hétköznapi emberi életbe, mert hogy ugye hozzá kell szoknom sok mindenhez, legfőképpen ahhoz, hogy nem egyedül dolgozom, hanem van egy párom, a Gábor, aki szintén nemzetközi sofőr volt még régebben, meg kell említenem a Rómeót, aki engem idehozott a céghez, mert hogy ő is régi kollégám volt a nemzetköziben, és az ő segítségével kerültem ide, úgyhogy köszönöm szépen neki is. Szóval most ezt csinálom. Megmondom őszintén, nagyon élvezem. Vannak benne nehéz dolgok, lát az ember nagyon csúnya dolgokat, meg kell fogni olyanokat, amit az ember így nem nagyon fogna meg, de meg kell fogni, mert segíteni kell az embereken, be kell rakni az autóba, a hordágyra, a kerekesszékre, föl kell tolni, be kell rakni, el kell vinni, le kell vinni, be kell vinni, föl kell rakni. Végig kell nézni kezeléseket az orvosnál, ugye, mert ha
viszünk vissza bármilyen baleset is emberkét a kontrollra vagy kezelésre, akkor azt nekünk ott segítenünk kell. Fogd a kocsit, fogd meg a lábát, tettere-tere-tere. Szóval ilyen segítős a dolog, de tudjátok, mi a legjobb az egészben? Az, hogy mindenhova, ahol betesszük a lábunkat, szeretettel fogadnak. És ez nekem annyira furcsa, ugye én jártam autógyárakban, különböző cégeknél, és mindenhol undorral fogadtak, mocsok módon bántak velünk, mintha egy darab szarok lettünk volna, és itt azt képzeld el, hogy megnyílnak az ajtók, mindenhonnan csak azt hallom, hogy hello, szia, sziasztok, és egyrészt a nővérkék, az orvosok, a mentősök, a rendőrök, mindenki integet, tehát hogy olyan közegbe csöppent be az ember, amire azt mondom, hogy ez igen. Tehát ez olyan jó, ilyen összetartás feelingje van, tök jó, nagyon élvezem, és hogy nem néznek le, senki nem néz semmibe, elfogadják a munkádat, ugye a betegszállító azt a munkát végzi, amit a mentőszolgálat oszt ki, és olyan betegeket kell szállítani, akik nem igényelnek a szállítás során orvosi felügyeletet. És ezt mi hordjuk. És ezt a munkát mindenki elismeri, és mindenki, mondom, tehát úgy fogad mindenhol, hogy tök jó kórház, idősek otthona, vagy rehabilitációs központ, bármi, akárhol. Az otthonukban az emberek, tehát tényleg, élvezem. Na. Úgyhogy ez van jelen pillanatban. Jó, gyerekek, befejeződött a szívis dolog, nem tudom a csoporttal mi legyen, nem tudom a YouTube csatornával mi legyen, nem tudom mi legyen a mágnesekkel, az autókkal, nem tudom, és elnézést kérek mindenkitől, hogy így lehúztam és befejeztem, és hogy tudom, hogy vannak, akik pénzt áldoztak arra, hogy vegyenek egy ilyen mágnest, én arra kérek mindenkit, hogy maradjon az autón, és ez így megmarad. Persze én szerintem működik a csatorna, vagy a Facebook csoport is, meg az oldalam is, tehát nem fogom megszüntetni, kérek mindenkit, hogy használjátok, írogassatok, kommunikáljátok egymással a Szilis csoportban, de most már működik a Szili Furgonolók csoport is valamilyen úton, módon, mindegy, már van kettő is, meg van az én oldalam, oda is fogok írni. Nem fogok eltűnni, vannak terveim a videózással kapcsolatosan, nem beszélek róla most, de majd meglátjátok, jó, és azt sem tudom ígérni, hogy mikor, mert azt elmondom, hogy emberekkel fogok beszélgetni, de hogy milyen emberekkel, azt nem mondom el. Jó, fogok jönni majd, és jelentkezek, és majd úgyis beharangozom. Úgyhogy kitartást kérek, lehet, hogy egy hónap, lehet, hogy két hónap. Kutatnom kell ezeket az embereket, akikkel szeretnék beszélgetni. Úgyhogy ennyi, videózással foglalkozom, gyártok videókat, aki szeretne, nyugodtan keressen, nagy szeretettel, esküvő rendezvény, települési rendezvény, ingatlanoknak drónos videókészítés, felvételkészítés, fotókészítés, annak megvágása, minden, ami videózás, ballagás, mindenféle nemes fém esküvői, mik ezek? Lakodalmak, tehát gondolok itt az ezüst, arany, tököm tudja, mik vannak még. Bármi, kis ballagás, nagy ballagás, jó, nyugodtan keressetek bizalommal. Jó pénzért, nem drágám természetesen, de megcsinálok mindent, ami videózással kapcsolatos. Oké, na, úgyhogy tényleg tele van a szívem, nagyon hálával köszönöm nektek, nem fogok eltűnni, és nem tudom elégszer elmondani, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nehéz a búcsúzás, nehéz ezt mondani, hogy vége, nagyon nehéz napokat élek meg különben ez miatt, mert érzem azt, hogy amit évek alatt én felépítettem, az most így lemegy a kukába, vagy a klótyón, és ez nekem nagyon-nagyon fáj, de be kell látnom, hogy megidősödtem. Nem vagyok öreg, de a videózáshoz úgy érzem már, idősebb lettem, a fiatalokat nem érdekli, majdnem, hogy az én korosztályom, meg egy icevő picivel még fiatalabbak nézték a videóimat, és nem gyarapodott egyszerűen, nem akart felmenni. Mondtam egyszer, hogy viccelődtem vele, hogy mire eléri a 10 000-es feliratkozást a csatorna, addigra én befejezem. Bakker. 9700-800 körül járunk, vagy 9900, nem tudom. Nem ért el a 10 000-et, és befejeztem. Fáj ez nekem nagyon-nagyon. És nagyon
nehezen teszem túl magam ezen, de hát lépnem kell tovább. Ölellek benneteket, köszönöm szépen. Ja, még egyet szeretnék mondani, hogy mindazoknak üzenni, akik velem személyes kapcsolatban voltam, találkoztam velük, vagy barátok voltunk, vagy közelebbi kollégák, mindegy, akivel találkoztam és kezet fogtam, azokat külön-külön ölelem, és kitartást kívánok nekik az utakon. Vigyázzatok magatokra, ne felejtsétek el, hogy nagyon sok hülye van az úton, úgyhogy figyeljetek oda, figyeljetek egymásra, és ja, ne legyen semmi probléma. Én a 15 évet hál' Isten megúsztam mindenféle baleset nélkül. Egyszer volt az, hogy egy hölgy nekem jött be szankomba, egy körforgalomba, ő tört össze a hátulját az úton, ez volt a legkomolyabb, ami így történt velem. Úgyhogy azt gondolom, hogy azt mondhatom, hogy balesetmentes volt ez az egész dolog. Szevasztok, jók lehetek, köszönök mindent nagyon szívből, hálás vagyok nektek. Hello, szevasz. Tiss!